nagyon szeretem ezt az időszakot igazából az évnek, ezt a karácsonyi hangulatot, és azon dolgozunk a feleségemmel, hogy ezt meg is tudjuk teremteni otthon. A gyerekkori emlékeim azok nagyon jók ezzel kapcsolatban, és azt a szeretetet és azt a családias békességet, hogy azt mi is meg tudjuk valósítani a kisfiunk életében. És igen, a tavalyi évben akkor még csak 1 éves volt a pici, akkor még annyira nem foglalkoztatta ez a dolog, de most már látjuk, hogy az idei év az már sokkal inkább majd felkelti a figyelmét, hogy mi zajlik körülötte. Azon dolgozunk, hogy mind hangulatában, mind az érzelmi töltet az átjön neki, hogy szeretetben van. Nálunk az a szokás itt a karácsony közelettével, hogy a lakás ilyenkor már ki van díszítve, és december 5-én a feleségem születésnapja után mi készülünk a Jézuskának a fával. Mi ilyenkor már feldíszítjük, hiszen a közvetlen szenteste után mi életünkben ugye utazás jön. Egyszer a feleségem családjához utazunk, utána az én szülővárosomba utazunk a családhoz. Ezért ezt a karácsony előtti időszakot használjuk ki arra, hogy megteremtsük tényleg ezt az igazi karácsonyi hangulatot, és azt kell, hogy mondjam, hogy így igazán tartalmasan telik, hiszen több időnk van, mert ugye ott a 24, 25, 26 az olyan nagyon, az csak 3 nap, utána már mindenki inkább az új évre koncentrál, úgyhogy nekünk így teljes ez a decemberi hónap. Remélem minél később egyszer a profi labdarúgó karrierem vége lesz, akkor tervezük azt, hogy igazából mindenki, az én szüleim, a feleségem szülei együtt tölthessünk egy szép karácsonyt, de még ugye még járjuk az országot, de remélem most, hogy még nagyon hosszú ideig itt Miskolcon tudunk maradni. Addig az a bevált szokás, hogy a 24-én itt vagyunk együtt a kisfiunkkal és a kiskutyánkkal, 4-esben. Ez a szenteste így telik, és akkor 25-én fogunk elutazni Sümegre, és utána majd Sopronba. Ilyenkor azért az ember, vagyis hát én legalábbis személy szerint én szerettem egy kicsit elengedni magam, mert 1 hetünk van pontosan, és utána már mindenki megkapja egyénileg a programot, hogy mit kell teljesíteni, és azt gondolom, hogy ez az 1 hét alatt nem tudsz olyan kárt tenni a testedbe, hogy nem tudom, bármi probléma legyen belőle később, de itt nyilván nem arra gondolok, hogy valaki alkoholizál, vagy valami ilyesmi, hanem ételek terén, hogy belefér a sütemény ilyenkor, belefér a káposzta, belefér az, hogy ilyenkor egy kicsit később fekszik akár az ember, társasozik és beszélget a barátokkal, vagy családdal van, úgyhogy ez az időszak, ez az 1 hét, ami ilyenkor nekünk van, akkor azt egy ilyen testi és lelki feltöltődéssel töltjük, hogy egy kicsit más csináljunk, mint az év minden más napján, ami elég feszített tempó jelenleg, de nagyon remélem, hogy tényleg ez a fajta munkamorál, ez kifizetődő lesz meg. A fényfüggönyt azt én rakom fel a lakásba, De az otthon melegét azt a feleségem adja, amióta egy párt alkotunk, és viszont konkrétan semmit nem csinálok, viszont mindenbe próbálok segíteni, és ez tényleg így van, hogyha a takarításról van szó, ha a csomagolásról, akkor ha a fadíszítésről, azt így próbálunk mindent közösen csinálni, de nyilván azért a munkajavát azt ő viszi, úgyhogy tényleg minden nap ezért hálás vagyok, hogy ők vannak nekem. Gyermeki rajongással vagyok a karácsony irányt, és tényleg ilyenkor kicsit olyan érzése támad az embernek, hogy csodák igen bizonyos léteznek, és ahogy gyerekként átéltük azt a testvéreimmel, hogy közös süteménykészítés, akkor a szentestén, ahogy elmentünk a városba sétálni, vagy hogyha olyan volt az időjárás, akkor autóval, és akkor azon versenyeztünk, hogy azt nézzük, hogy melyik ablaknál kivesz észre több karácsonyfát, és tényleg megvolt egy ilyen menete annak, és most az örökké úgy belém ivódott, és tényleg azon vagyok, hogy ezt átadjam a kisfiamnak is, és neki is ilyen szép emlék legyen.